A kárpátaljai iskolákban a háború kitörését követően online oktatás zajlott, és a legtöbb helyen így is zárták a tanévet. Szeptembertől viszont a tervek szerint visszaülhetnek majd a diákok az iskolapadba. Az újrainduláshoz a tanintézeteknek több biztonsági feltételt kell teljesíteniük. A kaszonyi kistérség vezetői is azon dolgoznak, hogy a szünidő alatt óvóhelyeket alakítsanak ki az oktatási nevelési intézményekben vagy azok közelében. Szeptembertől ugye ismeretes az, hogy azok az oktatási intézmények működhetnek, ahol óvóhely biztosított a rendelkezésükre. A kaszonyi kistérség iskolái most jelenleg az iskolák vezetősége, illetve a kistérség vezetősége is azon dolgozik, hogy szeptembertől minden tanintézményben jelenléti oktatás formájában tudjunk működni, és minden tanintézmény közelében, vagy minden tanintézményben azon dolgozunk, hogy óvóhelyeket alakítunk ki, hogy mindenképpen jelenléti oktatásban folytatódjon, kezdődjön el szeptember 1-től a tanév, mert ezt nagyon fontosnak tartjuk, mert egyértelműen az adatok is azt bizonyították, hogy sokkal eredményesebb az oktatás a jelenléti formában, mint pedig az online formában. Csunkapapiban adottak a körülmények ahhoz, hogy az új tanév már jelenléti formában kezdődjön minden osztály számára. Az iskola közelében található missziós központban olyan óvóhely található, ami egyszerre képes befogadni a gimnázium tanulóit, valamint a helyi óvodásokat is. Itt már az előző tanév is vegyes oktatási formában zárult. A papi gimnáziumban jelenleg 85 tanuló tanul. Hát az elmúlt évet azt ugye nem a leghagyományosabb módon zártuk, mert ugye közbeszólt először a Covid, aztán a háború miatt távoktatásra kényszerültünk, de az utolsó 3-4 hetet azt már sikerült vegyes formába zárnunk. A 1-4 osztályos tanulóink azok jelenléti oktatásban vettek részt a 9. osztállyal együtt, a többiek pedig távoktatásban zártuk az évet. Hát a tapasztalataink ezzel a távoktatással nem a legjobbak. A szeptembert azt úgy tervezzük, hogy mindenféleképpen jelenléti oktatást szeretnénk, az ehhez szükséges feltételeket igyekszünk teljesíteni. Ugye feltétel, hogy legyen óvóhely az iskola környezetében, 500 méteren távolságban. Hát úgy néz ki, hogy a faluban van egy ilyen óvóhely, a missziós központ alatt van egy óvóhely, az körülbelül itt már mértük, 500 méteren belül van. Remélem, hogy ez megfelelő lesz, és nem lesz akadálya annak, hogy szeptemberben teljes erővel kezdjük a jelenléti oktatást. A tervek szerint Csonkapapiban szükség esetén a missziós központ alaksorának teljes területét óvóhelyé alakítják majd.